Jézus feltámadt és felment a mennybe. De mi lesz a követőivel, akik a földön maradtak? Üldözés és nyomorúság közepette is örömhír marad az örömhír. Hogyan juthatnál a föld végső határáig a megváltás üzenete, ha csupán néhány összezavarodott, rémül tanítványra lett bízva? Hogyan tudna növekedni egy üldözött, eltiport egyház? Erről szól az apostolok cselekedeteinek könyve. Tarts velünk ma! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Uzonyi Barnabás vagyok a gyülekezetünknek a lelki pásztora. És az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk most már, hát nem is tudom mióta, régóta. Én nagyon élvezem, ahogy hétről hétre mindig valami nagyon nagyon izgalmasat megmutat nekünk Isten az ő igéjéből. Én szeretnék most imádkozni először, mielőtt még megnyitnánk a Bibliánkat, hogy ez ne csak egy emberi okoskodás, szövegértés legyen a mi részünkről, hanem Isten legyen az, aki nem csak itt lette ezeket az igéket, hanem most fel is fedi előttünk és a szívünkre helyezi. Atya, magasztalak téged azért, mert jó vagy, mert közel jössz hozzánk. Magasztalak téged azért, mert van szavad, és köszönöm, hogy akarod ezt ma nekünk magyarázni, nem csak azért, hogy megértsük, hanem azért, hogy az életünk megváltozzon. Nem szeretnénk, Uram, kevesebbel beérni, mint most, hogy vele találkozunk, hogy a Te élő szavad megérintse az életünket. Kérlek, Uram, hogy ne csak, ne csak a betűig jussunk, ami megöl, hanem a Te lelkedig, ami megelevenít. Legyen most ez a Te dicsőségedre. Amen. Pál Pálapostolnak az életét nézzük már egy ideje, és az elmúlt alkalommal már eljutottunk Efézusba, amikor is ő találkozott egy csapat olyan tanítványjal, akiknek nagyon-nagyon hiányos volt az ismeretük, kifejezetten Jézusnak a keresztségéről és a szent lélekről, és láttuk, ahogyan Pál ebbe segített nekik, és Isten lelke erővel, hatalommal kiárat közöttük, és az volt a címünk, hogy vajon kaptál-e szent lelket. Megnéztük azt, hogy Mennyire meghatározó része az életünknek az, hogyha tudunk is dolgokat, de nem vagyunk csordótig telve Isten lelkének az erejével, akkor nagyon hiányos lesz az életünk. És megnéztük azt, hogy ez nem egy pontszerű esemény kell, hogy csak legyen, amit elmondhatunk, hogy én egyszer már valamit átéltem, vagy valamit tapasztaltam, hanem az abcsel következetesen úgy beszél, hogy szent lélekkel hittel teljes emberek voltak. István is másokról is mondja ezt. És ezt néztük, hogy ez nem egy... Egy dolog, amit egyszer letudok, és akkor innentől kezdve én mennyire rendben vagyok, hanem egy napi szükséglet, amikor Isten elé jövök, és kérem azt, hogy Uram, újra a Te drága lelkedet, szellemedet csordultig áraz rám, hogy ez tudjon túl folyni az én környezetemben. És amikor elfogyok, amikor az emberi el, elmúlik, és, és a határaimon vagyok, akkor Isten lelkét érezik, hogy belép, és természetfeletti módon cselekszik. Hát valami ilyesmit fogunk most látni a folytatásban. Azt a címet írtam fel, hogy úton, hazafelé. És azért ez a cím, nem kell összekeverni az azonos című állatos filmmel, amit lehet, hogy régen sokan láttak. Azért ezt a címet írtam fel, mert az abcsel nagyon sokszor nem úgy beszél az, az örömhírről, ahogy talán ma mi mondjuk, hogy evangélium, örömhír, hanem nagyon sokszor azt a kifejezést használja, most ebben a fejezetben is többször is, hogy az úr útja hogy amikor Pál beszélt nekik az Úr útjáról, és amikor bosszankodtak az Úr útja miatt. Tehát az első keresztények nagyon szereték ezt a kifejezést használni a hitükre, hogy ez az Úr útja. Egyrészt azért, mert Jézus az út, az igazság és az élet. Másrészt talán azért is, mert ö, ők is nagyon jól értették és tudták azt, hogy ha ez egy út, akkor mi úton vagyunk, méghozzá úton hazafelé. Az életünk arra tart az Isten országába, és mivel más -e ez, mint hogy azt mondom, hogy, hogy én már meg vagyok térve? Érezzük a kettő közt a különbséget. Amikor azt mondom, hogy én egy úton vagyok, vagy amikor azt mondom, hogy Á, én már megtértem. Az egyik az egy olyan, hogy valami történt valamikor az életemben, már megtörtént, most már lehet leülni, lehet pihenni, sőt, már be is merítkeztem, hát innentől kezdve én már a magas iskolájába tartozok a kereszténységnek. A másik pedig azt mondja, hogy egy úton vagyok. Ez azt jelenti, hogy, hogy, utazok, minden egyes nap haladok, megyek tovább, ma már nem ott vagyok, ahol tegnap voltam, vagy egy éve voltam, és ebben az úton vannak utitársaink, akikre most talán együtt is haladunk, és, és, különösen ezt most érezzük, hogy mennyire nehéz az, amikor nem tudunk úgy együtt lenni az utitársainkkal, mint ahogy szeretnénk. Tehát ez egy utazás az Isten országában, és van egy cél, az Istennek országa, és Úton vagyunk, te is, meg én is. Úton hazafelé. És szeretném, hogy a tudnánk ma így nézni ezekre az igékre, hogy Pál ezt hirdette, hirdette az Úrnak az útját. Volt egy út készítő, aki eljött bemerítő János, és, és hirdette, hogy eljön majd valaki, aki el is jött. Ez az információ nem nagyon volt meg az Efézus elején, az előző, a, az előző résznél, azoknál a tanítványoknál, de látjuk azt, hogy ők benne voltak ebben, hogy ez egy utazás. És szeretném, hogy a tudnál így nézni magadra, hogy úton vagy, és tudnál így nézni a melletted levőre, vagy a másikra, arra a hívő ember, aki eszedbe jut most, akire lehet most épp neheztelsz, mert tegyük fel, nem, nem túl érett módon mondott neked valamit, vagy megbántott valamivel, vagy csalódtál benne, és ilyenkor mi tudnánk a másik embert berakni egy ilyen dobozba, hogy ez egy ilyen ember. És szeretném, hogyha tudnád elő, hogy nem csak te vagy úton, hanem a barátod is úton van. Tehát ő is halad az Isten országa felé. Ő, az ő életében is a megszentelődés még folyamatban van. Úgyhogy én még nem érkeztem meg oda, de szerintem te sem. És ez engem felszabadít, mikor tudom azt, hogy te is utazol, meg én is utazok. És haladunk előre, nem egy helyben állunk, és nézzük a, a, az utazókat egy kis padról, hanem benne vagyunk ebben az úrnak az útjában. De de most akkor nézzük meg, hogy mi a mai részünk. A 19. fejezethez lapozhatsz az apcsában, és a 8. fejezettől fogom olvasni. A zsinagógába is elment, és három hónapon át bátran szólt, vitatkozott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. De amikor egyesek megkeményítették magukat és nem hittek, sőt, gyalázták az úr útját a sokaság előtt, hagyta őket és a tanítványokat is elkülönítette tőlük, és minden nap egy bizonyos tirannosz iskolájában tanított. Ez két esztendeig tartott úgy, hogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mint zsidók, mint görögök, meghallották az úr igéjét. Hát ez nem egy kis történet. Lehet, hogy át tudnánk rajta ugorni, hogy hát itt semmi érdekes nem történik. Hát itt, itt csak kis köztes leírás a fontos részek között. De ma nem is fogunk ennél tovább menni, mert annyi minden van ebben a néhány mondatban, amit szeretném, hogy tudnánk részről részre megnézni. Először is azt olvassuk, hogy Pál szokása hívez, bement a zsinagógába, és először ott mondta el az örömhírt, ott mondta el az úrnak az útját. Tette ezt három hónapon keresztül. És ez egy nagyon fontos dolog, amit itt olvasunk, hogy utána már nem csinálta. Mi ebből nekünk az üzenet, hogy miért, miért hozom elő ezt a témát? Azért, mert Pál bement oda, elmondta az örömhírt, elmondta az igéket, kinyitotta a szemüket arra, hogy ki a messiás, hogy ki a Krisztus, mindent megadott nekik arra, hogy dönthessenek mellette. Elmondta ezt egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, nem tudom, hányszor tudta ezt elmondani három hónap alatt, ha minden hétvégén legalább egyszer elmondta, akkor jó néhányszor elmondta ezt, és eljött az a pont, amikor újra és újra szembeálltak és gúnyolták, hogy azt mondta, hogy rendben vagyunk, akkor ennyi volt. Én elmondtam nektek nagyon sokszor, és most megyek tovább. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit Pál csinált itt. Nem azt mondta, hogy én, ha belehalok is, addig is mindig vissza fogok jönni ebbe a zsinagógába, és újra és újra el fogom mondani, míg le nem tolom mindenkinek a torkán, hanem elfogadta azt, hogy nem tud mindenkit megmenteni. Vannak ilyen nagyon szomorú igeversek a Bibliában, hogy nem mindenki a hit. Nem mindenki akarja. Nem mindenki akarja elfogadni. És ha ezt nem tudod elfogadni, ezt a tényt, akkor nagyon nehéz Életed lesz. Olyankor, amikor valakinek szeretnél a szabad akarata lenni. És szeretnél helyette dönteni. És szeretnéd azt, hogy az élete helyreálljon. És mindent megteszel, és újra és újra és újra és újra és újra és újra próbálod, és már bele, bele rokkansz, hogy próbálod megmenteni az illetőt, és még mindig nem akarja. És Pál tudta, hogy van az a pont, amikor azt mondta, hogy rendben van, akkor innentől kezdve én más fogok csinálni. És ez az nem azt jelentette, hogy akkor ott mindenki el fog veszni abban a zsinagógában, de azt jelentette, hogy ami az ő része volt, azt megtette, és tud tovább lépni. Hát ez egy nagyon mély lelki szellemi dolog, hogyha ezt tudod a saját életedben megtanulni. Felismerni azt, hogy melyik helyzetben, melyik szituációban, melyik ember felé mi a te részed, azt el tudod végezni, ami rád van ebből bízva. És tudod-e elengedni utána, hogy a többi az már nem az én dolgom? Ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel, meg hagyjon engem békén, meg gyűlölöm, nem. Csak jelenti azt, hogy van egy terület, ami a te részed, amit Isten rád bíz, és ez nem minden. A másik emberre is van bízva, ami az ő része, amit nem biztos, hogy kell neked befolyásolnod. És hogy ezt a kettőt összekevered, akkor nagyon nehéz lehet. Például szülőként minden áron bevasalni a gyermekeden azt, amit te akarsz. És egy ideig ez működhet, kisgyerekeknél még egész, egész ügyesek vagyunk felnőttek, abban, hogy azért nagyon jól tudjuk csűrni, csavarni a dolgokat, nagyon jól tudnánk őket manipulálni, de amikor elkezdenek felfelé nőni, akkor kicsit bajba leszünk. És ez az egyik legnehezebb dolog, amire már most készítem a szívemet, hogy mi lesz akkor, ha tinik lesznek a gyerekeink, és szembesülnöm kell azzal, hogy nem fogok helyettük dönteni. Hogy akkor tudjam elengedni azt, hogy ez az ő élete most, volt egy bizonyos időszak az életében, amikor nagyon sok hatást tudtam rá, úgymond adni. Ha azt elrontottam, akkor az már nem jön vissza, és most el kell fogadjam, hogy hoz döntéseket az életében. Nagyon sok szülő ezt nem tudja elfogadni, és azzal, hogy minél jobban akarja a saját gyerekét irányítani, azzal egyre távolabb taszítja a saját gyerekét magától. De ez a hívő életben is, akár egy házasságban, amikor te minden áron meg akarod reformálni a házastársadat. És úgy mentél hozzá, hogy jó, 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 jó lesz ez, ha egy kicsit alakítok rajta, nem? Egész jó feleség lesz belőle, lesz ez egy-két dolgot, én majd még egy kicsit ott idővel megváltoztatom rajta, egy kicsit még átalakítom, és nagyon jó kis feleség lesz ebből. Ha így mentél bel, akkor nagy bajba vagy. Mert a házasságnak az egyik alapja az pont az elfogadás. És ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk, hogy változzon, növekedjen, fejlődjön a másik, de nem az én dolgom az, hogy lereszeljek benne mindent. Nagyon sok feszültséget megspórolhatsz magadnak az életedbe, hogy ezt el tudod fogadni? Hogy az életednek van egy része, amiért felelős vagy, van egy terület, amiért felelős vagy mások életében is, de az néha nem a teljes út, hanem annak egy bizonyos része. Tehát Pál azt tette, hogy akkor ott hagyta ezt a zsinagógát, és figyeld meg, mert itt van egy nagyon érdekes dolog. Azt olvassuk, hogy a tanítványokat is távol tartotta tőlük. Hűha. Az a szó, amit itt használ az abcsel Lukács, szó szerint azt jelenti, hogy külön választotta őket, és egy ilyen falat húzott a kettő közé. Amikor ilyet mond a Biblia, hogy távozzatok el közülük. Na ez az a szó. Tehát ez egy nagyon komoly elválasztás, nem csak az, hogy hát figyeljük, szerintem nem menjetek oda olyan sűrűn, hanem ez egy nagyon-nagyon drasztikus, egy nagyon-nagyon radikális elválasztás volt, hogy oda ti többé nem menjetek valami olyasmit látott ott Pál abban a zsinagógában, olyan hatásokat, hogy azt mondta, hogy akkor én itt végeztem, és a tanítványokat, akik elindultak ezen az úton, őket pedig megmentem ettől a hatástól. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hoztam néhány igeverset ezzel kapcsolatban. Az egyik, az első, az a példabeszédek könyvében van a 22-ben. Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Tehát azt mondja a Biblia, hogy van egy ember, egy heveskedő, egy, 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 hát itt sokféle kifejezés van, itt úgy fordítja, hogy haragos természetű, egy ilyen robbanékony ember, és azt mondja a példabeszédek, hogy, hogy ne tartsa az a barátságot. Miért ne? Azt mondja azért, mert megszokod az ösvényeit. Megszokod az ösvényeit, és hatással lesz rád. Azt mondta egyszer valaki, hogy te általában egy olyan ember leszel, mint a legjobb öt barátodnak az átlaga. Vagy mondhatjuk úgy, hogy az az öt ember, akivel a legtöbb idődet töltöd, azoknak az átlaga az egy nagyon nagy nyomatot fog hagyni rajtad. Óriási hatással lesznek rád. De hogy ne csak egy negatív példát hozzak a Filemonhoz írt levélből is, azt mondja Pál Filemon egy hét, szeretetben sok örömünk és vigaszalásunk volt, mert szentek szíve felüdült által a testvérem. Tehát nem csak rossz hatással lehet lenni valakire, hanem itt nem tudom, ez a Filemon, akire azt mondja Pál, hogy Filemon, amikor vele találkoztunk, az egyszerűen felüdültünk. Annyira jó vele találkozni, annyira jót ott lenni a közeledben. És azt mondja a Biblia, a példabeszédek könyve hemzseg az ilyen mondatoktól, hogy aki bölcsökkel jár, bölcsé lesz. A haragos természetű közösségében, ugye ez átragad rád, azt mondja, amit az előbb is néztünk a 22-esből, hogy megszokod az ösvényeit, és elkezdesz új viselkedni, mint ő. És azt mondta Pál, hogy ebből a zsinagógából még a tanítványokat is el fogom vinni. Mert nem akarom, hogy amit látok bennük, gyümölcsöket, az látszódjon ezekben a friss, újjászületett tanítványokban. Egy nagyon erős elválasztást hozott. És hadd kérdezzem meg, hogy, hogy, hogy hogyan sáfárkodsz a kapcsolataiddal, a barátságaiddal. Milyen, milyen embereket engedsz nagyon közel magadhoz? Mert azok az emberek befolyásolni fognak téged. Hatással lesznek rád. Olvastam nemrég, valaki írta, hogy Nehéz helyzetbe került a házassága. És ö, olyan gondolatok is játszottak a fejében, amikre soha nem gondolt. Hívő emberként. Pont egy ilyen életközepi válságban. És arra jött rá, hogy ha ez még rosszabb lesz, és még jobban összezavarodik az elmém, nagyon nagy szükségem lesz a barátaimra. Összeírta magának az összes barátját, és azt mondta, végignéztem a listát, hogyha most felhívnám ezeket, ki az közülük, akinek ha elmondanám, hogy én most meg akarom csalni a feleségemet? akkor eljönne és jó felpofozda. Ki az, aki azt mondja, hogy én jobban szeretlek téged és a feleségedet és a kapcsolatodat annál, mint hogy azt mondjam, hogy hát akkor csináld, most ehhez van kedved. És azt mondta, hogy meg kellett rostáljam a barátságaimat, mert azt láttam, hogy nem mindegyik barátom jönne és pofozna fel. És azt mondtam, ma ezek a barátaim, akik megmaradtak ebben a listán, a legjobb barátaim, akik sok butaságtól megkíméltek engem, akik ott voltak mellettem, és hatással voltak rám. Mi szeretnénk azt elhinni, hogy benne lehetünk helyzetekbe úgy, hogy ez nincsen rám hatással, de úgyis, nincs rám hatással, nem befolyásol engem ez a helyzet. De nem csak a barátságokról beszélhetünk most. Ma nem csak fizikai barátok azok, akik nagyon nagy hatással vannak rád. Azok a filmek, amiket megnézünk, azok a sorozatok, amiket beengedsz az életedbe, azok a cikkek, az a média, amit beengedsz magadra, az mind valamilyen szinten téged befolyásolni fog. És uh, míg szeretnénk azt mondani, hogy nem, csak megnéztem ezt a filmet, borzasztó volt, jaj, mennyi rossz volt benne, de nincs ez rám hatással. Ugyanaz az ember vagyok, mint aki leült megnézni, de ez nem igaz. Mert befolyásolnak minket. És ilyenkor kell egy, legyen egy szűrő az életedben, egy filter, hogy akarom én, hogy ez a valami engem befolyásoljon, vagy ne. Jó irányba fogja ez vinni az életemet, vagy nem. Szeretnélek már erre bátorítani, hogy legyen nagyon bölcs abban, hogy a barátságaidat kezeled. Ma egy nagyon gyakori mondat az, hogy nincsenek is barátaim. Van egy néhány ember, aki ismerősöm, vagy akivel úgy tudok beszélgetni, de különösen ma a középkorú emberektől nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, nincs is igazi barátom. Soha nem is volt. Szeretnélek bátorítani, hogy kérj az Istentől tőle való barátokat. Olyanokat, akik jó hatással vannak rád, és akikre te is jó hatással tudsz lenni. Akik által felüdül a szíved, és akik szíve felüdül általad. C.S. Louis azt mondta, hogy egy barátság akkor születik, amikor egyik ember azt mondja a másiknak, hogy mi, te is, azt hittem ezzel csak én vagyok így. Elindul egy barátság, mikor rájössz, hogy, hogy valamibe kapcsolódik a lelkünk, és elkezded ezt felépíteni. Nagyon-nagyon fontos ezt látni. Martin Luther king is hadd hozzak egy idézetet. Ő azt mondta, hogy az életed legvégén nem az ellenségeid szava fog eszedbe jutni, hanem a barátaidnak a csöndje. Valami, valamire rátapintott Martin Luther King, mikor azt mondta, hogy ez nagyon sokat számít. Hogy legyenek ilyenek az életedben, és hogyha nincs ilyen most, akkor imádkozz ezért. És hogyha valamit most le kell zárnod, mint hogy Pál lezárta ezt a zsinagógát, és a tanítványokat távol tartotta tőlük, akkor ezt tedd meg. Nemrég beszélgettünk a fiatalokkal, a kütyű stoppal. Ez volt a témánk is, a, a telefonnak a hatásairól, az okos világról beszélgettünk, és nem kisarkítva, vagy most minden rossz, ha bár én közben eltörtem egy telefont, <laughs> kicsit szemléltetve, de azért beszéltük, hogy milyen hatással van ez ránk. És annyira boldog vagyok azóta, hogy néhány fiatalal beszélgettem, és mondták nekem, hogy kézzel Barni, letöröltem ezt, letöröltem ezt a telefonomról, már nincsen TikTokom, már nincsen Instagramom, már nincsen Facebookom, aztán vakarom a fejemet, hogy hát akkor valószínűleg ezért nem reagáltál az ifjúságnak a posztjaira, tehát nyilván ennek van mindenféle hatása, de örülök annak, hogy látta azt, hogy valami rossz hatással volt rá, és azt mondta, hogy akkor ezt letörlöm. Mert nem akarom, hogy továbbra is rossz hatással legyen az életemre. Mert neked kell vigyáznod a szívedre, ugyan Pál vigyázott a tanítványokra, mint a hímes tojásokra, és azt mondta, hogy nem engedem a közelükbe ezt a rossz hatást. Úgy azt mondja a Biblia, hogy minden féltve dolognál jobban őriz a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Rólad beszél, hogy ez a te dolgod? Nem fogod tűni melletted valaki és nézni azt, hogy mit engedsz be, meg mit nem a szívedbe. Ez a te dolgod, hogy mit engedsz be a szívedbe. Nagyon fontos ez. Mert minden itt indul a gondolatoknál. És amikor egy barátod egy tanácsot, vagy amikor olvasol egy romantikus regényt, hogy ó, ez csak egy regény, csak álmodozok egy kicsit, és aztán oldalra nézel a féredre, aki éppen horkol, és azt mondod, hogy ja, ide messze van ez a horkoló ember attól, amit én most olvasok, ettől a romantikus férfitól. És elkezdesz elégedetlen lenni, és hogy indult minden egy gondolattal, hogy beengedted a szívedbe, megfertőzve a gondolataidat. Nagyon vigyázz arra, hogy hogyan gondolkozol. De menjünk egy kicsit tovább. Azt olvastuk, hogy nem csak hogy elzárta őket, hanem akkor kellett egy új helyszín. És azt olvastuk, hogy amit Pál választott, ez egy bizony, bizonyos tirannosz iskolája. Nem sokat tudunk erről a tirannoszról. Érdekes, amit viszont tudunk róla. Valószínűleg, ami a legvalószínűbb, vagy egy, egy, egy akkori filozófus, egy rétor volt, akinek volt egy iskolája, vagy egy nagyon gazdag ember, akiről elnevezték az iskolát. Nem tudjuk, hogy melyik lehet a kettő közül. De érdekes a neve, a Tiranos azt jelenti, hogy zsarnok. Na most ez egy érdekes dolog, mert ebben a korban ez nem volt egy gyakori gyermeknév. Mert ha belegondolsz, melyik az az édesanyja, édesapa, aki ránéz az újszülőtől, és azt mondja, hogy nevezzük ezt zsarnoknak. Tehát ez egy furcsa dolog lett volna. Hogyha ez egy ragadvány neve volt, akkor talán értetőbb az, hogyha ő egy iskolának a tanárja volt, nem tudom, hogy ti milyen ragadvány neveket adtatok a tanárjaitoknak, nálunk volt ilyen zsarnok. És akkor már meg is van a neve, hogy hogy jutunk el Tiranoshoz, de akárhogy is lett ez a neve, amit tudunk róla, néhány kézirat hozzáteszi, hogy Pálapostól 11 és 4 óra között, két éven keresztül használta ezt a helyet. Miért 11 és 4 óra között? Azért, mert később azt olvassuk, az egy Korintus 16-ban, hogy Efézusban pünkösdik maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. Tehát Pál, amikor írja ezt a levelet Efézusból a korintusi gyülekezetnek, azt írja, hogy itt még maradok Efézusban, mert valami nagyon nagy lehetőség nyílt ki itt előttem. Igen, az ellenfél, ellenfél is sok, az ellenség is sok, de valami nagyon nagy lehetőség van most itt előttem. Majd később azt mondja az abcserben Pál, amikor elbúcsúzik az efézusi vénektől, hogy amikor közöttetek voltam három éven keresztül, azért három, mert ugye három hónapig volt a zsinagógában, két évig itt Tiranosz iskolájában, és aztán még mindig maradt egy kicsit, összejön a három év, azt mondja nekik, hogy a saját két kezemmel dolgoztam meg mindenért. Senkitől nem kértem semmit. Tehát azt tudhatjuk ezekből az információkból összegyúrva, hogy azért 11 és 4 között volt ott Pálapostól, mert hogyha voltál már uh, Afrikában, közel-keleti térségben, nagyon-nagyon mediterrán zónákban, akkor szellett el lehet mondani, hogy ez egy bevett szokás, hogy reggel 6-tól 11-ig dolgoznak ma is az emberek. 11 és 4 óra között van egy siesta, amikor mindenki alszik, és mindenki pihen, és 4-től 8-ig dolgoznak tovább. Ez egy nagyon érdekes dolog, uh, amikor ott vagy, akkor megérted, hogy miért. Tehát amikor én mondjuk Kairóban voltam egy ideig, és reggel felkeltem, és kimentem 7 órakor az utcára, és azt éreztem, hogy nem bírok még három percig az utcára lenni, mert, mert elolvadok, annyira meleg van az én kis hidegvérű, fehérbőrű európai bőrömnek. Na, amikor kimentem mondjuk egy órakor, akkor tényleg azt hittem, hogy meghalok. És azt láttam, hogy ezt a többiek sem nagyon szeretik, úgyhogy 11 és 4 óra között mit csinált minden létező ember bentült egy klimatizált helységben és ültek, és ment a klíma ezerrel, és próbálták túlélni a 11-től 4 óráig terjedő forró időszakot. Ezt csinálták az emberek Efézusban is, hogyha utána nézel a történelme, nagyon érdekes dolgokat fogsz erről látni. Tehát 11 és 4 óra között az emberek pihentek. Na és ez miért érdekes nekünk? Tudjuk párról, hogy a saját két kezével dolgozott itt, jó elfogytak a támogatásai, és kifogyott a készletekből, úgyhogy így tudott megélni. Tehát feltételezhetjük azt, hogy Pál reggel 6-tól 11-ig dolgozott, mint sátorkészítő, 4-től 8-ig dolgozott, mint sátorkészítő, és mit csinált akkor, amikor a idő volt, két éven keresztül, minden egyes nap, 11 és 4 között tanítványozott. Azért az nem, nem egy gyenge dolog, ha belegondolsz. Hogy volt valami, amiből megélt, és volt valami, amiért élt. És ezt a kettőt nagyon egybe gyúrta. És mondhatta volna, hogy 6-tól 11-ig dolgozok, 4-től 8-ig megint dolgozok, van most nekem erre kedvem, időm. Nem jár nekem is az, hogy jó kipihenjen magam. Hogy én is hátradőjek, megnézek valamit, meg, meg magam, meg, meg magam, már lehet ezt mondtam. De neki is járt volna ez, nem? És azt mondta, nem. Két éven keresztül 11 és 4 között Pál tanítványozott tiranos iskolájában, ami akkor üresen állt mert senki nem volt ott. Csak azok, akik ezért mentek, hogy pállal találkozzanak. Olyan, mint egy, egy szekuláris helyszín kibérelt volna egy plázát, ami éppen üresen áll, és azt mondja, hogy amúgy is üres, akkor ezt használjuk ki. Nagyon leleményes volt, nagyon rugalmas ebben, és mi lett a gyümölcse? Azt mondja, ugye egy nagyot ígérő kapu nyílt előttem. Azt olvastuk ennek a résznek a végén, hogy két év alatt, az egész térség, amit itt Ázsiának hívasz, nem a mai értelembe vett Ázsia, hanem az az ázsiai térség meghallotta az örömhírt. Két év alatt. Két év alatt. Nem az, hogy egy sokan meghallották az örömhírt, hanem Efézusból kiindulva két év tanítványozása során a teljes zónában mindenhova eljutott az örömhír. Olyannyira, hogy mikor párt, majd nem sokára olvasjuk majd tovább, berágalmazzák, akkor azt mondják, hogy ez az ember tömegeknek mondta el ezt az örömhírt. Tömegeket ért el vele. Aztán később azt olvassuk, például az Abcsát 19-ben, hogy néhány tartományi főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzen neki és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ez kicsit majd még később nézzük, hogy milyen színház és hova ne menjen. De amit ebből mutatni akarok, hogy ott van pár két évet, és azt olvasott, hogy néhány tartományi főtisztviselő már a barátja. Tehát nem tétovázott ez az ember. Hanem dolgozott, és mellette hirdette az örömhír, tanítványozott, két éven keresztül, minden egyes nap. És itt a 20. fejezetben pedig azt fogod olvasni az abcsel 2020-ban, hogy semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem, és tanítottam is azt nektek, és nézd a titkát, nyilvánosan és házonként. Nyilvánosan és házonként. Emlékszünk az abcsel elejére? Ott vannak templomban, ott vannak házonként. Két éven keresztül csinált ez pálapostól, és feltételezhetjük, hogy az Efézus mellett levő hét kis gyülekezet, aminek például a jelenések könyvében olvashatott, hogy levél a hét gyülekezetnek, feltételezhetjük, hogy ennek a missziónak a gyümölcsöként jöttek létre. Mert az egész térségben elment az örömhír. Jöttek emberek, pál tanítványos őket két éven keresztül, minden egyes nap, 11-től 4 óráig. Aztán dolgozott. Előtte dolgozott, csinálta, el volt foglalva, ezer dolga volt, mégis valahogy ennek időt szentelt. Hogy beletegye az életét abba, amire az Isten őt elhívta. Van ebből nekünk tanulság? Úgy hiszem, hogy nagyon sok. Először is látjuk azt, hogy Pál az előző részeknél mennyire felszabadult, mikor megkapta a támogatást Filippiből, és azt mondta, hogy végre akkor teljesen belevethette magát a misszióba volt egy ilyen korszakkal, amit nagyon élvezett. Aztán azt mondta, hogy most eljött egy olyan korszak, hogy dolgozok, kihasználom a szabadidőt, és még így is megy az örömhír. Tehát miért hozom ezt a példát? Úgy látszik, hogy nem a Biblia találta ki azokat a kifejezéseket, hogy laikus hívő, meg nem tudom valami nagy felszentelt, aki ő már mindent fog tudni, mert neki ez a dolga, és akkor az, az evangélium hirdetése az az evangélistáknak, vagy mondjuk evangélizátoroknak a dolga, mert ők az evangélisták, nem? Tehát, hogy ö, neki kell ezt csinálnia, én nekem meg annyi dolgom van, majd, majd nem tudom, egyszer, nyugdíjas éveimben, majd valamit csinálok az Isten országába. Azt látjuk, hogy Pál alkalmazkodott ahhoz, ami éppen volt. Azt mondta, hogy most nem, tud egész, nem tudja egész nap ezt csinálni akkor amit talált szabadidőt, azt felhasználta erre. És igen, ebből most nem az jön ki, hogy akkor neked is, ahogy lerakod a munkáján a kulcsot, onnantól kezdve este 12-ig csak ezt kell csináljad, mert igen, Pálit nem nevel gyermekeket, nem főz és nem a családjáról kell gondoskodjon. Ezt szeretném, hogy ne értsd félre. De azt szeretném, hogy lássuk belőle, hogy mégis megtalálta azt, hogy hogyan tud szolgálni. Méghozzá olyan eredményesen, hogy két év alatt Két év alatt az egész térségben mindenki meghalott az örömhírt. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki megtért, de azt jelenti, hogy megkapták a lehetőséget, mert hallották az örömhírt. Hallottak az úr útjáról. És eldöntötték azt, hogy az útra lépek, és oda megyek, és útikásként bekapcsolódok ebbe, vagy, vagy elfelejtem, de tudom azt, hogy van egy út, amin járhatnék. Hallottak róla. És egy utolsó dolgot hadd emeljek itt ki pálnak az életéből azt olvassuk, ez is olyan egyszerű mondat, nem? Ez két esztendeig tartott. Két esztendeig tartott. Két éven keresztül csinálta ezt Pál. Ez az eddigi leghosszabb idő, amit tölt valahol. És olyan könnyen átugranánk ez a mondat felett, hogy két esztendeig ezt csinálta. Mi nem szeretjük ezt. Mi azt szeretjük, ami valami, valami egyből történik, egyből működik, nem? Mi szeretjük azt, hogy ne kelljen valamiben sok időt belefektetni. Mi azt szeretnénk, hogy csinálunk egy kétnapos konferenciát, és megtér Magyarország két nap alatt. Aztán pieltünk tovább. De amit itt látunk Pálnál az az, hogy minden egyes nap hűséges volt, megtette azt, amit aznap meg kellett tennie, és aztán kezdte holnap ezt újra. És holnap is megcsinálta. Nekünk van egy nagy betegségünk emberileg, hogy mi mindig, amikor látunk valamit, hogy valakinek, nem tudom, valami előléptetése lesz, vagy, vagy valami kitüntetés kap, vagy egy díjat, akkor ránézünk, és azt mondjuk, hogy ez igen, most ez az ember sikeres lett. Végre, mert, mert kitüntették. Na most akkor ez egy sikeres ember. De hadd mondjam el, hogy a siker az nem akkor jött el, amikor ő megkapta azt a díjat, vagy kitüntették, vagy reflektorfénybe került. Az eddigi legjobb meghatározás, amit a sikerről olvastam, az úgy szól, hogy a siker az, amikor minden hétköznap hűséges vagy minden egyes hétköznap hűséges vagy. Amikor látsz valakit az esküvői fotóján, egy menyegzőn, és azt látod, hogy egymásra néz az ifjú pár, és ragyog a szemük, és csodálatosak, és azt mondod, hogy na ez valami, ez a siker. Ezt nem az esküvői nap értékel. Ezt nem ott értékel. Te nem látod a fotó mögött azt, hogy hányszor kellett nemet mondjanak olyan kapcsolatra, ami nem az Istentől jött, hányszor kellett önmegtartóztatást gyakorolniuk, hogy tiszták maradjanak az esküvőig, hogy hányszor kellett legyőzni azt, hogy ne kattintson rá arra a linkre, ami olyan oldalra visz, amit nem kellene néznie, hogy hány apró döntést hoztak, ami miatt ott állnak most, és gyönyörűen nézek egymásra. Amikor látsz egy családi fotót, amikor ott van egy férj, feleség, körülöttük gyerekek, és mindenki mosolyog, azt mondhatnád, hogy ez a siker, nem? Azt nem látod mögötte, Soha nem látod mögötte azt, hogy mennyi beszélgetés, mennyi nehézség, mennyi konfliktus, mennyi, mennyi stressz volt abban, amikor előhoztak egy témát, ahol probléma volt, és senki nem akart róla beszélni, de előjött is újra és újra beszélni róla, hogy mennyi, mennyi beszélgetés, hogy hogy neveljük a gyerekeinket, mit csináljunk, nem tudjuk, hogy, hogy találjunk időt a párkapcsolatunkra a gyerekek mellett, sose fogod ezt látni. Mindig látsz egy fotót, és azt mondod, ó, ezt a fotót akarom, én is ilyen akarok lenni. Fiatalokkal nézünk ilyen fotókat nemrég, akkor erről beszélgettünk. Kivetítettem nekik egy, egy képet, ott volt egy, egy, autó, az autó előtt ült a hóban egy csodálatosan szép pár, és zúgott a hó, és ott, ahogy az autó lámpája megvilágítja őket, mesésen néztek ki. És én belegondoltunk Magdival, hogy valahogy nekünk soha nem jut eszünk be az, nem? Hogy megyünk a kocsival, szakad a hó, Mit gondol szívem arról, hogy a kiülnénk pólóban és nadrágban, a kabátunkat mi is hagyjuk a kocsiban, mint ez a vagánypár, pár, üljünk ki a hóba, és világítsuk meg magunkat, és üljünk a hidegben, és mosolyogjunk. Soha nem jutott még eszünkbe. De a képen olyan jól néz ki, nem? Hogy ez a, boldog, ez a boldogság, ilyen egy jó kapcsolat. És mi van mögötte? Hogy a találkozol egy idős házaspárral, akiknek fantasztikus a házasságuk, 60 év után is, és megkérdezett, hogy mi a titok. Nem azt mondják, hogy pff, nem is tudom, sose gondolkodtunk még rajta. Egyszerűen csak mindig próbáltuk elrontani, de nem tudtuk elrontani. Annyira, azt mondanám, hogy ilyen bales egyszerűen mi vagyunk, azok, akiknek magától jó lett a házasság. Megkérdezed őket, és tudod, mit fognak mondani? Egymásra néznek, szerintem megjelenik néhány köncsepp a szemükben, és azt mondják, hogy ó, oh, fiacskám, ha te azt tudnád, ha te azt tudnád, hogy mennyi minden van abban, Mennyi minden volt a párkapcsolatunk, hogy most így nézünk egymásra. Mennyit kellett harcoljunk magunkkal, az egunkkal, az önzésünkkel, a büszkeségünkkel. Hányszor kellett megbocsátani? Hányszor kellett elfogadni a másikat? Mennyi minden volt ebbe? Ez nem baleset, hogy mi így nézünk most. Ez nagyon-nagyon sok döntés, hogy most így nézünk egymással. És amit itt szeretnék aláhúzni a befejezésnél, hogy Pál nem balesetszerűen érte el Ázsia térségét ekkor. Nem úgy történt, hogy élt két évet ott, élvezte az életet, kényelmesen tengette a napjait, egyszer csak azt mondják neki, hogy pár, képzeld el, elértük egész Ázsiát. Tényleg, de jó? Nagyon örülök neki. Hogy csináltuk? Nem tudom. Nem tudom, pár, én se tudom. Nem így történt. Minden egyes nap hűséges volt. Minden egyes nap csinált azt, amit aznap kellett csinálnia. Nem véletlenszerűen, nagyon tudatosan. Két éven keresztül minden egyes nap tanított, ott volt. Később elmondja az efizusi véneknek, hogy könnyek között voltam közöttetek, és bátorítottunk titeket, és ott voltam, és intettelek titeket. Két éven keresztül csináltam ezt minden egyes nap. És aztán lett is belőle valami a végére. Egy csodálatos gyülekezet, egy elért teljes terület, és egy hűséges győzelem pálnak az életébe. És hadd mondjam el, hogy mi szeretjük felemelni és felmagasztalni a siker pillanatait. De a nem hétköznapi sikerek azok a hétköznapokban történnek. Ez hadd mondjam újra, hogy a nem hétköznapi sikerek a hívő életedben, a családodban, azok mindig a hétköznapokban történnek. És az átlagon felüli életek, akiket látsz magad előtt, átlagos napokon születnek. Olyan átlagos napokon, mint a ma, meg mint a holnap és hogyha ezt csinálod tudatosan, és hűséges vagy, akkor ennek megvan a gyümölcse. Nem biztos, hogy holnap, mert a gyümölcs az pont erről szól, hogy amikor elveted, van a vetésnek ideje, ezt ma már lehet nekünk tanulni kell, mert nem ebből élünk, nem a mezőgazdaságból élünk legtöbben. De nekünk még volt tanyánk, és én emlékszek, hogy mennyire örültem, amikor mondták a mamáik, hogy most annak van az ideje, kisfiam, hogy gyerünk felkelni, mert menni kell dolgozni. És emlékszem, mondom, hogy de ma majd még csak ekkora vagyok. Nem, baj, van ilyen kicsi szerszám is neked. De ők tudták azt, hogy minek van az ideje. És tudták azt, hogy ha most nem vetjük el, akkor az aratás idejében nem fogunk aratni. Mert megvan az ideje a vetésnek, és megvan az ideje az aratásnak. És azt mondja Pál, hogy higgyétek el, hogy nem hiába való a munkátok az Úrban, mert annak idejében majd aratni fogtok. Erre szeretnének ma bátorítani, hogy gyere az Istenhez, és is. Hogyha ma arra hív, hogy úgy is meg a hűségedet, akkor tedd ezt. Hogy arra hív, hogy legyél hűséges ma. És kezdd el megélni azokat, amiket Isten kért tőled ma. Egyszerűen, hétköznap, szürke napokon. Hidd el azt, hogy meg lesz az eredménye. Amikor hűségesen jársz az Istennel. Amikor nem csak a hatalmas, nagy kimagasló pontok számítanak, amik nagyon jók, hogy vannak, és nagyon fantasztikusak hanem megéled a hitedet minden egyes nap. Megéled a munkahelyeden, megéled otthon a családodban, és keresed azt, hogy Uram, én most ebben az élethelyzetben hogyan tudnálak téged szolgálni? Pál kezén keresztül nagy csodákat tesz az Isten. És nagyon tetszik, hogy Lukács írja, nem azt írja, hogy Pál nagy csodákat tesz, hanem Isten nagy csodákat tesz Pálon keresztül. Nem, nem hétköznapi dolgokat, óriási dolgokat fogunk látni, de amit láttál az az, hogy Pál a hétköznapokban Hűséges volt. Én most szeretnék itt megállni és erre hívni téged ma, hogy gyere, és amiben az Isten most meghív téged, abban legyél engedelmes. Hogyha egy barátságot kell nyitnod, vagy épp egy barátságot lezárnod, akkor abban. Hogyha hűségesnek kell lenned ma, és úgy kell a házasságodban valamit megújítanod, vagy lehet, hogy még előtte vagy, és csak annyira hív az Isten, hogy legyél tiszta, és tisztítsd meg magad, ahogy vársz a házasságra, akkor tedd meg ezt de hiszem azt, hogy akar téged használni. És olyan jó lenne azt mondani, hogy két év múlva, mikor ez a gyülekezet ebben hűséges, két év múlva egész Magyarországon mindenki hallotta az örömhírt. Nem tért meg talán még mindenki, de mindenki hallotta. És mindenki ez eljutott az örömhír. És olyan jó lenne ezt a mondatot olvasni, hogy Isten hatalmas dolgokat tett a gyülekezet kezein keresztül. Nem a gyülekezet volt, aki csodákat tett, hanem az Isten, de rajtunk keresztül. Mert ő így döntött, hogy ő a fej, és mi vagyunk az ő teste, akin keresztül itt van a világban. Gyere, imádkozz most velem együtt, és jöjjünk így az Úrhoz. Isten magasztalak téged azért, mert, mert közel jössz ma hozzánk, és tudom azt, hogy szeretnéd, hogy ez ne csak egy elmélet legyen, hanem működjön az életünkbe. Szeretnénk, Uram, ebben most hűségesek lenni, és megtenni azt, ami a mi részünk is. És nem kérlek, hogy add a te drága lelkedet, szellemedet ehhez, hogy ez ne egy emberi erőlködés, ízadság legyen a mi részünkről, hanem te legyél az, aki megújítasz minket, aki előttünk jársz, és Uram, oda tesszük magunkat, hogy használj minket. Használj minket ebben az országban, hogy használtad pátot Efézusban, és nem használj minket, hogy megtaláljuk a tanítványokat, hogy tudjuk őket tanítványozni, tudjuk őket kiküldeni, és nem szeretnénk, hogy amit megtettél, itt az apcsában azt meg tud tenni ma a mi életünkben. Legyen ezért neked dicsőség. Amen.